A bizottság elnöki posztot, mikor elvállaltam, az volt az első feladatom, hogy minél több megyét beintegrálni Kárpátaljába az együttműködésbe. Ez egyik munkámnak azt lehet mondani a sikere. Én azt gondolom, hogy ahogy ott is mondtam, a politikai lózungokat félre kell rakni, és el kell kezdeni valós gazdasági dolgokról beszélni. Meg kell konkrétan határoznunk Kárpátalján, hogy mi az, ami számunkra elérhető, mint gazdaság, és mi az, ami vállalható hosszú távon. Ezért fontos volt, amit kiemeltem, ugye, hogy a borászat mellett esetleg a gombatermelés lehetne, de viszont minden egyes mezőgazdasági vállalkozásnál a legnagyobb rizikó számunkra ez a jégkár, a korai jégkár, ami az idén is sajnos már elérte gazdáinkat, termelőinket, és ezért a legfontosabb lenne egy kárrendszer, egy jégkárrendszernek a kialakítását. Azért mertem felemelni ezt a kérdést ma, mert tudom, hogy a Bács-Kiskun megye ebbe előre jár, és ők náluk van elegendő tapasztalat erről, hogy valójában milyen eszközök kellene, milyen típusú és jellegű jégkárvédőket kellene beszerveznünk, és ahogy említettem, és most is én azt vallom, hogy ez a mi felelősségünk, mint a kárpátai politikusok, hogy megteremtsük ehhez vagy az anyagi, vagy pedig a partneri oldalát. Meteorológiai előrejelzők, azok időben pontosan megadják a koordinátát a jég felhők, a felhőknek, melyben a jég ott van, és egy pontos időben egy megfelelő összetételű anyagot lövünk ki az égbe, ami a megkövesedett folyadékot ugye csapadékká változtassa el. Kárpátalján egy elérhető technológia, megvannak a feltételek, ugye, ami ez már nem egy új dolog, a világon mindenütt ez bevált, de számunkra ez fontos lenne. A másik dolog, amit ugye említette elnök úr, Bács-Kiskun megyei elnök úr, hogy ugye szeretné a testvértelepülések kibővítését. Na most itt felhívtam a figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe, hogy Magyarországon van egy buszprogram, melynek keretében azok a települések, kik pályáznak új buszokra, és a régi buszokat átadják a kárpátai testvér településeknek, ők plusz pontokba részesülnek, és előnyben részesülnek a program végén.